óriási kézivel nagyon szépen fűzi el a gázon. Tücsi szépen vonja, eddig jól áll a gázon, megoldott a pálya elejét, szépen ráteszi az utolsó kanyarra, csak kéne egy kis gázt adni, ami eddig elmaradt. Szépen ennek menni, és is bele fogja menni a gázba. Száznégyre ejtette be az első kanyarba, utána is a tempó. Kicsúszott a porrad, az sem számított, nagyon szépen lekezelte. Nagyon állagadott végig. Úristen, de jól megépített! Egy órával hozza meg a gyöngyát! Egy kamerát már el is hagyott! Jó, az átvarrásnál is most kell lehet a gázba! Ez gyerekek, ez brutális! Látszik, hogy ez a 95 a tempója! Nagyon-nagyon-nagyon szépen odáveszítette a falhoz, jó, a terelésváltás, most ívre kellene tenni, meg is teszi! Nagy szüke! Szépen kiengedi, jó a terhelésváltás, nem túl agresszív, viszont pontos, nagyon nagy szükség! Nagyon nehéz lett tölteni. Zézi! Zézi Krisztián szépen ráteszi. Nagyon megtörte, nagyon megtörte, nem tapad még a gumi, nagyon hideg. Szépen lekormány. Hétnél húzta meg a kocsit a gridben. Szépen elfordulja az első érintési pontnál, nagyon jó kis mancsi. Meglassult a kocsi, sajnos nem állt rögtön a gázra. Nem tudom, 99 km/h sebességgel támadja a pályát. Jó a terhelésváltás. Az utolsó terelés kettővel ötjintette el a sebességmérő előtt. Jó, agresszív a terelés váltás, és picit teketóriázottak, hogy beleálljon az ében a gázba. Nagyon biztonsági a kör, gyakorlatilag nem is mért a sebességmérő.
Bolyán hát. Nem vagyok, hogy a végét kiadja a zenét ilyen. Ébre teszi a kocsit, belállogázva. Mindent mondhatok rá csak azt, hogy 65 km per órában lendíti meg a vasúrút, aminek az orra meg lett piszkálva. Nagyon szól a Zsiguli, nagyon szól, bár nem szól úgy, mint a nagy hitnak bringák. Nem lehet, hogy mindent megtesz a sikert. Ennyikén a gázon. Hát csak 66-tal ment csak, és a tempó nem volt nagyon nagy, pedig a kocsi tudná. Tudját, a hosszú kortásról Zsiguliba meg borzasztóan tekergeti ezeken belül. És egy kicsit túltöri és belerohad a gép. De úgy volt, feláll a turbo, nyomány sem tudom. Akkor ez is egy olyan biztonsági menet Cselötei Csabától. Jújj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 új
97-tel nem is rossz a tempó. Áll a gázon, pumpálgatja a C36-nak. Etetgeti, belehúz egyet. Hallgatina 95-tel feszíti az első kanyarba. Ajjaj, egy kicsit kicsúszott a pályaszélére, de összeszedte. Szépen etetgeti, áll a gázon. Most már 106 km/h húzza meg. Áll a gázon, jó az átfordulás. Most kell beleállni a gázba, de fél, hogy hozzáér és oda is veri a hátulját, sajnos. Nagyon hintás. Nagyon szép
Nagyon jó! Jó volt a terelésváltás, szépen vállal a gázba, jó hírek van! Elgázom meg a vizeket! 105 km per órával! Tett egy kettő jó szupret! Jó a terelésváltás! Még nyomni a bringát! Írtotta az ember, mert a
2019-es rajtszámon látjuk. Igen, nem álltott volna. Ez túl közel volt, ahogy mondtuk, a Rabolcsi hosszulja magát közben. A sportbírók már szaladnak oda az autóhoz, reméljük, hogy minden rendben van. Sajnos. De megérdemli, megpróbál zoldatlanat lenni, és látjuk, hogy teljesítünk. Egyszerűen ez véletlenül így adta ki magát. 19-es rajtszáma. Dimitri Napia. Második helyen. Brutális teljesítménye. Kicsit most belassult, és belőle a gázolaj, füstik, kocsit!
Tamás! Eddig szépen megy! Jó volt a erős váltás a tanúsítóban! Yeah.
kanyarban, jó édet, kurva, nem beszélsz! És azt hittem, hogy nem szedi össze, de kurva! Egész közel a fal!